Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A bíróságokon is takarékoskodnak az energiával és az alapanyagokkal is spórolnak. Nehéz helyzetben élő embereket támogatnak, 30 éve nyújt segítő kezet a Humán Szolgáltató Központ. A biztonsági eszközöket ellenőrizték Tolna megyében, több mint 40-en szekték meg a szabályokat. Agrárkamarai tagdíjfizetés kedvezményt kapnak a gazdálkodók. Sokkal kevesebb papírt használnak a bíróságokon, és a postát saját futárokkal váltották ki. Mások mellett ezekkel az intézkedésekkel is spórolás a cél. Az energia és alapanyagárak emelkedése miatt Tolna megyében is változások léptek életbe. A tárgyaló termekben nem szembetűnő, de a bíróságokon is elkezdtek spórolni. Az irodák közül, amiket lehetett, összevontak, az üresen maradt helyiségekben pedig csak temperáló fűtés megy. A folyosókon is kevesebb lámpa ég, de a legnagyobb megtakarítást azzal érték el, hogy sokkal jobban figyelnek arra, mit nyomtatnak ki és hogyan. A törvényszéken előírt és kötelező jellegű, hogy nyomtatni csak két oldalas nyomtatásban tudunk, így rengeteg papírt tudunk megspórolni, illetve a posta költségeinket is megpróbáltuk úgy csökkenteni, hogy a bírósági dolgozók, illetve a bírósági gépjárművek szállítják a megyén belül az iratokat, nem pedig posta útján kézbesítünk. A munkához szükséges szakmai segédanyagokat pedig nem nyomtatva kapják a dolgozók, hanem digitális formában. Ezzel is kevesebb papír, tinta és áram fogy. Ugyanezt történik a nyomtatással is, tehát amennyiben irat érkezik, az elektronikus ügykezelés miatt elektronikusan kapunk iratokat, nyomtatni akár iratot, nyomozati iratot, vagy bármilyen iratot csak kizárólag indokolt esetben lehet. Hogy a takarékossági intézkedések meddig lesznek érvényben, egyelőre nem lehet tudni. Az infláció megfékezése, a recesszió elkerülése és a vállalkozások megerősítése érdekében a kormánynak be kellett avatkoznia, ezért elfogadva a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének kérését arról határozott, hogy a lakossági kamatstoppon túl államilag nem támogatott változó kamatozású forintalapú KKV hitelekre is kiterjeszti a kamatstoppot, jelentette be hétfői közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. A kormány döntése értelmében 2022. november 15-től 2023. június 30-áig a kis- és középvállalatok érintett hitelei alapjául szolgáló kamat mértéke nem lehet magasabb, mint 7,77%. Az intézkedés automatikusan lép érvénybe, mintegy 2000 milliárd forintnyi hitelállományt és 60 ezer vállalkozást érint, így jövő év közepéig a KKV-k összességében mintegy 80 milliárd forintot takarítanak meg. Ez azt jelenti, hogy átlagosan mintegy 1,5-2 millió forint maradhat egy cég zsebében, részletezte a miniszter. Tolna megyében is jelentősen nőtt azoknak a családoknak a száma, akiknek mára a napi megélhetés is nagy nehézséget okoz. A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ munkatársai az elmúlt 30 évben azon dolgoztak, hogy nekik segítőkezet nyújtsanak. Folyamatos adománygyűjtéssel, programokkal támogatják a nehéz helyzetben élő családokat. Zsákokban és dobozokban gyűlnek az adományok. Ezeket mind a rászorulóknak juttatják el a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ munkatársai. Az elmúlt 3 évtized alatt számos hátrányos helyzetben élő családon segítettek már, és ennek a segítő szándéknak napjainkban még nagyobb jelentősége van, hiszen egyre többen küzdenek a napi megélhetésért, és mellettük nem lehet szó nélkül elmenni. Nagyon nagy szükség van arra, hogy koordináljuk és összefogjunk itt a városban, és célirányosan az adományok eljussanak mindenkihez, mindenhova, mert hogy vannak rászorulók, és ugye azok, akik pedig hát nem hangosak, na ott van nagy feladata ugye a szakmának, illetve a civil szervezeteknek is arra az összefogásra, hogy mindenkihez eljusson azok is, akik éppen csendben vannak. Az adománygyűjtés folyamatos, viszont az adventi időszak közelettével különösen fontos lesz, hogy a nehéz helyzetben élő embertársaikon segítsünk, és szebbé tegyük az ünnepet számukra is. Ezt a központban leadott felajánlásokkal tehetjük meg, de más alternatíva is rendelkezésünkre áll. Általában most már egyébként az a jellemző, hogy a családok szokták vállalni, hogy
hogy elmehetnek hozzájuk, vagy itt a mi intézményünkben találkozik az adományozó és az, aki az adományt átveszi, mert régenben azért az volt a jellemző, hogy nem, hanem ugye akkor mi közvetítettük konkrétan, tehát hogy mi vittük ide, most már vállalják és szívesen megköszönik, és ugye az, aki adományoz, az meg még inkább sokkal nagyobb nyugalommal, és látja, hogy hova jut az az adomány, amit ő összegyűjtött. Az idén 30 éves humán szolgáltató központ a jubileum alkalmából egy ünnepség keretein belül szeretné feleleveníteni az elmúlt 3 évtized történéseit, valamint a kiváló dolgozónak járó megtisztelő címet is ezen a rendezvényen adnák át az arra méltó kollégának. Több évtizedes természetjáró túraversenyszervezői vizsgabiztosi tevékenysége továbbá a Bonyhád környéki turista utak tervezésében, a természetjárás fejlesztésében szervezett elévülhetetlen érdemei elismeréseként vehette át Klebovics Miklós a Boros Dezső díjat az október 23-ai városi ünnepségen Filóné Ferenc Ibolya polgármestertől. A kitüntetett azt mondta, személy szerint neki szól az elismerés, mégis úgy tekint rá, hogy a csapatmunkát ismerte el a város vezetése. Megalakulásuk 50. évfordulóját ünnepelte a Kapos Kórus. Ez alkalomból adtak jubileumi hangversenyt a Dombovári Evangélikus Általános Iskola aulájában. Változatos, színvonalas műsorral ünnepelték az együttes életében mérföldkőnek számító eseményt. A korábbi karnagyok, az alapító Kovács Ildikó és Kertész Attila, Liszt díjas karnagy mellett Tilai Aurél, Kossuth díjas, a kórus mozgalom nagy ikonja is emlékezetes élményt adott szereplésével a nézőközönség számára. A kegyeleti gyertyák és a töklámpások gyakran tüzet okoznak, figyelmeztetett Mindenszentek és Halottak napja, valamint Halloween közelettével kedden az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivő helyettese a tűzesetek megelőzésének fontosságát hangsúlyozva. Dóka Imre kiemelte, tavaly 10 temetőben történt ilyen tűzeset országszerte ebben az időszakban. Emellett minden évben előfordul, hogy egy Mindenszentek vagy Halottak napja alkalmából meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég egy lakás. A baleseteket általában az okozza, hogy a mécseseket, gyertyákat gyúlékony anyagok közelébe helyezik el, a lángok a temetőben a száraz avarra, a lakásban pedig a függöny és az asztalterítőn keresztül a lakás más helyiségeire is átterjednek. Hozzátette, a temetőtüzek megelőzhetőek azzal, hogy a szabadban csak mécses tartóban elhelyezett gyertyát gyújtanak meg, a mécsest a sírtól való távozás előtt eloltjuk, a forró mécses tartókat pedig nem dobjuk a temetőben kihelyezett hulladékgyűjtőbe. Többek között a biztonsági öv használatát is figyelték a rendőrök Tolna megye útjain. A néhány órás fokozott ellenőrzés során több mint 40 szabálysértővel szemben intézkedtek az egyenruhások. A hétvégén fokozott ellenőrzést tartottak Tolna megye útjain a rendőrök, ennek során a passzív biztonsági eszközök használatát figyelték. Az egyenruhások ezzel a biztonságos közlekedés fontosságára hívták fel a figyelmet. Nagyon fontos az, hogy a biztonsági övet minden alkalommal használjuk, hiszen Tolna megyében számos olyan súlyos sérüléssel, vagy akár tragédiával végződő baleset is történt az elmúlt időszakban, amely megelőzhető lett volna akkor, hogyha a járművezetők használják a biztonsági övüket. Ezen a napon több mint 40 olyan szabályszegővel szemben intézkedtek kollégáim, akik valamilyen közlekedési szabálysértést elkövettek. 28 olyan sofőr és utas volt, akik nem használták a biztonsági övet. Ha ezt lakott területen belül tették, akkor 10 000 forintra, ha lakott területen kívül 15 000 forintra, autópályán pedig 20 000 forintra büntették azokat, akik nem csatolták be az övet. Emellett 12 esetben intézkedtek kollégáim, amikor kisebb fokú szabályszegést követett el a járművezető, ők mindannyian helyszíni bírságot kaptak, és akadt egy olyan járművezető is, aki ittasan vett részt a forgalomban. Ezzel a férfival szemben amellett, hogy a jogosítványát elvették, ittas vezetés miatt büntetőeljárást is indítottak az egyenruhások. A vezetékes víz a legtöbb településen kiváló minőségű Magyarországon, de a régi vízvezetékekből ólom kerülhet a csapvízbe, ami veszélyes, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ a Facebook oldalán. Azt írták, elsősorban a régi épületekben lévő csövekből kerülhet a csapvízünkbe. A bejegyzésben megjelölték a csapvíz ólom tartalmáról készített kockázati térképet, amely segítségével bárki megtudhatja, lakóhelye szerint mekkora az ivóvízben előforduló ólom kockázata.
Mind tartalmában, módszertanában és szerkezetében is megújult a szakképzési rendszer, hívta fel a figyelmet a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára kedden. Elmondta, hogy az átalakítással új, izgalmas tartalmakkal gazdagították a szakképzést, elindult az úgynevezett projekt oktatás, ami azt jelenti, hogy a diákok egy feladatot kapnak, és általában egy tárgyat kell elkészíteniük, vagy egy projektet kell végigvinniük. Emlékeztetett, a szakképzésben minden diák 16 ezer forintnyi ösztöndíjat kap, míg a technikumban 8 ezeret két évig. Pölöskei Gáborné rámutatott, az úgynevezett bemeneti mérések szerint jelentősen emelkedtek a tanulmányi átlagok, ami azt jelzi, hogy a minőségi oktatás felé mozdult el a szakképzés, emelte ki a helyettes államtitkár. Ismét pályázhatnak támogatásra a mezőgazdasági kisüzemek. A kérelmeket november 17-től a hónap végéig várják, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, a mezőgazdasági kisüzemek pályázatának idei utolsó, immáron 7. szakaszában nincs keretösszeg, az igények alapján döntenek majd. A 2020. októberében megjelent felhívásra eddig 17.305 kérelem érkezett, a keretet 2,5 milliárd forintról, tavaly 32,5 milliárd forintra, majd 52 milliárd forintra emelték. A napokban további 2132 kérelem támogatásáról született döntés, 11,8 milliárd forint értékben, tette hozzá a miniszter. Közeledik az agrárkamarai tagok díjfizetésének megállapítása. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, alkalmazkodva a kialakult energiaválság okozta nehéz helyzethez, a gazdálkodók igényeihez alakította a díjfizetést, így összességében a 2022. évi tagdíjból 1 milliárd forint kedvezményt kapnak az arra jogosult gazdálkodó szervezetek, őstermelők és egyéni vállalkozók. Novemberben elindul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2022-es évi tagdíj megállapításának második üteme. Az év első felében a gazdálkodó szervezetek voltak soron, most ősszel november 1 és 30-a között pedig az őstermelők és az egyéni vállalkozók következnek. Ugyanúgy, mint a gazdasági társaságoknál, az egyéni vállalkozóknál is a kamara állapítja meg a tagdíjat, és erről egy számviteli bizonylatot is feltölt az ügyfélnek a kamarai e-irodájába, ami néhány napon belül, tehát november 1-e után elérhető lesz, és azok a kamarai tagok, akik nem élnek a tagdíjkorrekció lehetőségével, azok ezt a bizonylatot be is tudják rakni tulajdonképpen a könyvelésükbe. Azok, akik élnek a tagdíjkorrekció lehetőségével, számukra a szervezet november 30-a után állít ki egy új bizonylatot. A fizetési határidő 2022. december 15-e. De kedvezményt is kapnak a kamarai tagok, hiszen a történelmi asszály és az orosz-ukrán háború, valamint az ennek nyomán kialakuló energiaválság miatt a NAK országos küldött gyűlése úgy határozott, hogy a lehetőségekhez mérten csökkenti a befizetendő díjakat. Ez azt jelenti, hogy a 2-es, 3-as és 4-es tagdíjfizetési osztályba tartozó magánszemélyek, tehát azok, akik 5000, 30000 és 150000 forintot fizetnek, ők automatikusan 30%-os tagdíjkedvezményt fognak kapni. A magasabb tagdíjsávok esetében a kedvezmény nem jár automatikusan. Azok a személyek, akik ezt igénybe szeretnék venni, méltányossági kérelmet kell benyújtaniuk december 15-éig a NAK Tolna megyei igazgatóságára. Regionális híreink következnek. Megnézhették és ki is próbálhatták az emeletes buszt, újra Pécsen járt az ikonikus jármű. Csaknem 4 millió forint támogatást nyertek a kiskassai németek. 3 keresztet felújítottak és egy újat állítottak. Hagyományteremtő kezdeményezés, apák és fiaik gyalog zarándokoltak Pécsről Mária Gyüdre. Különleges látványosságnak lehettek szemtanúi a pécsiek a hétvégén. Visszatért a Baranyai megyeszékhelyre az Ikarusz emeletes busza. Az ikonikus járművet teljesen felújították, így 2 napon át járta a város utcáit. Az Alzheimer klub szervezésében a hagyományos veterán bőrze keretében ki is próbálhatták az érdeklődők, milyen a Ikaruszon utazni.
Hazahozta Pécsre a Volánbusz ZRT a teljes egészében felújított emeletes buszt. Az Icarus 556-os 1969 és 1976 között a Baranyai megyeszékhelyen teljesített szolgálatot. Az akkori mérnökök két ilyen járműből alkották meg a mára ikonikussá vált buszt. A Bikarusként is emlegetett jármű működött már büfékocsiként és gyűjtőknél is járt, mire a Volánbusz visszavásárolta és felújította. Szabad ég alatt állt, berozsdásodott, gyakorlatilag amikor megvettük 2020-ban, akkor egy épp eleme nem volt, tiszta rozsda volt az egész, és egy ilyen valamikor autóbuszra emlékeztető képződmény volt. És a két év alatt újítottuk fel 15 ezer munkaórával Zalaegerszegen, az ottani lakatosok, fényezők munkáját dicsére a küllem. A belsejét, egészen pontosan a kárpitozást pedig Pécsen végezték el. Érdekesség, hogy eredetileg 5,5 méter magas lett volna a busz, végül 4 méter 24 centire csökkentették, de még így is olyan nagy volt, hogy Budapesten nem járhatott volna, ezért került Pécsre. Az Icaruszt egyébként a pécsi Oldtimer Club rendezvényén is megcsodálhatták, sőt ki is próbálhatták az érdeklődők. Természetesen a veterán járművek szerelmesei sem unatkoztak, akik szép számmal érkeztek az eseményre. Tavasszal és ősszel csinálunk ilyen bőrzét, és most tavasszal a vásártéren nem fért be mindenki. Kinőttük a vásárteret, és próbáltunk egy nagyobb helyet találni, és ez az Expo Center területe, ez teljesen ideális erre a rendezvényre. Bőven van hely, és hál' Istennek nagyon sok árus és veterán jármű tulajdonos is kihozta a járművét. A bőrze fő attrakciója, az emeletes busz visszakerül a közlekedési vállalat telephelyére, de a jövőben is látható lesz még a jármű. Különböző találkozókon, felvonulásokon vesznek részt a busszal, valamint nosztalgiatúrákat is szerveznek majd. A Bethlen Gábor alapkezelő pályázatán kaphatnak támogatást a Nemzetiségi Önkormányzat útszéli keresztek felújítására és újak állítására. A Kiskassai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Kiskassáért Német Egyesület a pályázat keretében összesen 3.779.000 forint támogatást nyert, amelyből három keresztet újítatott fel, valamint egy újat állítatott a megsemmisült keresztek és egykori állítatóik emlékére. A szakrális emlékeket Darnai Ágoston plébános áldotta meg. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága 12 nemzetiség, köztük a németek hitéletében mindenkor meghatározó szerepet betöltő útmenti keresztek felújítására, illetve újak állítására hirdette meg pályázatát. A Kiskassai Német Nemzetiségi Önkormányzat a temetőben és az egykori iskola épülete előtt álló keresztek felújítására 1.549.000 forintot, a Kiskassáért Német Egyesület pedig egy szántóföldi oltalmazó kereszt felújítására és egy új állítására 2.230.000 forint támogatást nyert. A szakrális emlékeket Darnai Ágoston plébános áldotta meg. Az ünnepségen az újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület fúvósai zenéltek. Az itt lakó német származású emberek állították. Régen vagy magánszemélyek, vagy egyesületek, vagy alapítványt hoztak létre, és így készítették el a kereszteket. De nagyon sok kereszt az évek során, főleg ugye az 50-es évek környékén kidőlt, eltűnt, összetörött, és az új keresztet azoknak a kereszteknek az emlékére állítottuk most, amelyek már nincsenek a határban. Az új keresztet Dér Zoltán Mária Kémindi szobrász készítette, a további három feszületet pedig a Palkonyai Kis György restaurátor és templomfestő újította fel. A szántóföldi keresztek köré a védőkerítést Tíber László kőműves állította. Egy bent van a faluba, egy a régi sváb temetőbe, és egy még kint a szántóföldön. Tulajdonképpen ez a legmagasabb domb itt Kiskassán, egy magaslaton. És ez a kereszt tulajdonképpen 150 éve nem lett sohasem festve, felújítva semmi. Meg volt dőlve, visszaállítottam el ezért, és vissza lett hozva. A kis szobor az mindig eltűnt valamiképpen. Kis György nem csak kereszteket, hanem más szakrális szobrokat is felújít. Fuldából betelepült németek állítatták a Pécs-Devecser főutcáján található Mária szobrot, mely szintén a közelmúltban újult meg Kis György munkájának köszönhetően.
Hagyományteremtő kezdeményezést valósított meg a pécsi egyházmegye főpásztora. Édesapák és fiaik, valamint nagypapák részvételével szervezett gyalogos zarándoklatot Pécsről Mária Gyűdre, Felföldi László, pécsi megyés püspök. A programon több mint 100 részt vettek szombaton. Egészen Mária Gyűdig zarándokoltak ezek a férfiak és fiaik. Cseh László két kisfiával érkezett az útra, ő már régi zarándok, többször járt Mária Gyűdön gyalog. A két kicsi most elkíséri. Közösséghez tartozunk, ez egy teljesen jó közösségi program. Amikor én kicsi voltam, akkor is többször zarándokoltunk, gyalogoltunk, túráztunk. Ez örök élmény maradt. Felföldi László pécsi megyés püspök már tavaly terbe vette az apa-fia zarándoklat ötletét, amelynek megvalósítása mostanra érett be. A férfiak vállára ma nagyon sok teher nehezedik a világban, mondja a püspök. Ezért össze kell fogni a férfi, az mindig csapatjátékos volt. Nem kell mondanom a focista szeretőket, hogy ők tudják legjobban ezt, de hogy fogjunk össze, erősítsük egymást, és így mindenki biztosabban, stabilabban helyt tud állni a saját élethelyzetében, családjában, a szeretetnek, az örömnek, a család biztonságának a megteremtésében. A hagyományteremtő programon mintegy 130 fiatal és idősebb korú zarándok vett részt, köztük több tucatnyi gyermek tette meg a több mint 20 kilométeres távolságot. Az apa-fia zarándokokat a Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportjának munkatársai kísérték el, de nem autóval, hanem szintén gyalog tették meg a távolságot. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. A bíróságokon is takarékoskodnak az energiával és az alapanyagokkal is spórolnak. Nehéz helyzetben élő embereket támogatnak, 30 éve nyújt segítő kezet a Humán Szolgáltató Központ. A biztonsági eszközöket ellenőrizték Tolna megyében, több mint 40-en szekték meg a szabályokat. Agrárkamarai tagdíjfizetés kedvezményt kapnak a gazdálkodók. Szerdán a reggeli délelőtti órákban zömmel szürke, párás ködös idő lesz jellemző. Emellett már a délelőtt folyamán nyugat felől egy meleg front vastagodó felőzete húzódik fölénk. Számottevő eső várhatóan nem érkezik. Gyenge délnyugati szél fog fújni, marad az évszakos átlagnál magasabb hőmérséklet. Éjszaka várhatóan elvékonyodik, elvonul a felettünk lévő frontfelhőzet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!